2020 márciusában döntött úgy Keszthely polgármestere, hogy a koronavírus csoportos terjedésének megakadályozása érdekében szigorú védelmi intézkedéseket hoz, így bezárt a Csík Ferenc tanúszoda is. A vírushelyzet fokozatos javulása és a védőoltások egyre növekvő számának köszönhetően a kormány lehetőséget adott most a sportlétesítmények, így az uszodák megnyitására is. Most valóban megadatott a lehetőség. Csótár András bizottsági elnök a Keszthé szemmel május 17-i adásában azt nyilatkozta, figyelembe véve a város érdekeit, a nyári zárásig fennmaradó egy hónapra nem töltik fel a medencéket és nem nyitják ki a taluszodát. A nyár elején az uszoda minden évben bezárásra kerül, és gondol, mi úgy ítéljük meg, hogy azt a, azt a minimálisan 5 millió forintot erre az egy hónapra egyszerűen az önkormányzat nem teheti meg, hogy kifizesse, és akkor június végén meg majd leengedni a vizet. Úgyhogy se a gyerekek, se az érettségizők senki nem használja, csak az a néhány versenyző, aki most jelenleg sümegre jár. Csótár András hozzátette, a járvány miatt az egyik legnehezebb helyzetbe az úszók kerültek. A városvezetés azzal próbált segíteni, hogy a Keszthelyi Kiscápák esek 9 sportolójának utaztatását 300 ezer forinttal támogatta az állami fenntartású sümegi uszodába. Az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke hozzátette, a nyitás lehetőségének mérlegelésekor egyeztettek a tanuszodát elsődlegesen használó nevelési-oktatási intézmények fenntartóival. Ez egy tanuszoda, és azoknak a, elsősorban az a feladata, hogy azoknak a gyerekeknek, ovodás, általános iskolás és középiskolás gyerekeknek, akiknek az úszás ö, még nincs a birtokában, ezt a lehetőséget biztosítsa. Ezért épült 11 évvel ezelőtt az úszoda. Tehát az volt az első, hogy a három fenntartóval egyeztettünk, hogy kívánják erre az egy hónapra igénybe venni, és hoznák-e a gyerekeket testnevelés óra keretén belül, vagy egyéb foglalkozás keretén belül, mindenhonnan nemleges választ kaptunk. Az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke szerint ez hozzávetőlegesen négyezer gyermeket érinthet. A városban sokan érettségiznek testnevelésből, kimondottan tiltott az úszoda használata mostani vizsgai időszakban. Az önkormányzat azt tervezi, hogy szeptemberben nyitja meg a tanúszodát.